Sziasztok, Nadal86 vagyok, és folytatjuk a Faster Than Light sorozatot. Ez itt a harmadik szektor. Egy picit rakok a hangra, mert nem tudom, hogy vannak az arányok. Mindegy, így kb. Jó lesz. Szóval a harmadik szektorban tartunk, és hát itt egy bolt, amit meg is nézünk, ha már. Érdekel, mi lehet itt. Valamit veszünk. Igazából tehetnénk egy drone kontrollt, az nem lenne nagy hülyeség. Bár nem tudom, mennyire használnám ki. Félek, hogy nem használnám ki. Nagy dilemma. Mondjátok meg, hogy szerintetek mi lett volna itt a jó döntés. De egyelőre úgy döntök, hogy ezt nem veszem meg. Ja, folytassuk a túránkat. Kurva életbe ion, vagy mi plazma vihar. Szóval folytatjuk a túránkat a nebulán keresztül, hogy nehezen kövessene minket a gonosz birodalmiak. Viszont úgy látom, hogy a birodalmiak nem is, de kalózok észrevettek, vagy mi a fene ez. Úgyhogy, ja, harc lesz itt. Nem tudom, megnézzük, hogy a lézer elége. Ha az nem szeri le a rendszereiket, akkor igen, kénytelen leszek rakétával nekik esni. Nem szeretném, ha szétlőnének, mert elég komoly fegyverzetük van, ha jól látom. És ráadásul a pilótájuk is jónak tűnik. Pilótájuk. Ajajajaj. Szóval igen, még egy fegyvert megpróbálok ellőni rájuk, egy rakétát. Nem jön össze, mérges leszek. Nem jött össze, mérges vagyok. Várom, jó? Essél darabokra, szarság. A pajzsomat végén hagyod, jó? Sajsze. Most már itt az ideje, hogy darabokra essél. Szóval, ja, igazából azért nem vettem meg a drónokat, mert annyira nem erősek. És sok pénzbe kerülne egy normál drón. Ha nem szerzem meg szerencsével, és inkább a fegyvereimet fogom majd fejleszteni. Tehát, hogy mint látjátok, ezek a fegyverek sokat nem érnek, ha már ilyen pajzsos egy ellenség, illetve nincs túl sok rakétám. Úgyhogy reménykedem benne, hogy találok egy olyan boltot, ahol árulnak rendes fegyvereket, és próbálok beruházni legalább egy 3-as szintű lézerre, vagy egy erős beamre. Mert egy erős beam az jó. A gyenge beamek, mint például ez, hát ez szerintem annyira sokat nem ér, tehát hogy pajzs kivédi. Na, szétestek, és kaptunk elég sok scrapet. Azt szerintem, hogy pénzzel már egyre jobban állunk, csak attól félek, hogy szétesünk. Bár most nem úgy állunk, de igen, például itt ég ez a szoba. És nem is tudom kiszellőztetni, úgyhogy majd el kell oltanom manuálisan, amit utálok. Hát, jó. Tehát látjátok, ilyen az alapdrón, igazából megfigyelitek. Nem egy túl erős dolog. A pajzsomat zavarni fogja. De igazából rápazarlok egy rakétát és megölöm. Drone controlt. Úgyhogy, ja. Ennyi volt a drónjuk. Ezen nem vettem én drónt. Mert van egy nagyon jó drón, a boarding, csak vagy szerencsém van és tudok olyat venni, vagy nem. Hát elő szeretném tudni, hogy megéri-e drón. A végére biztos, hogy kell majd drón, ha nem is a boarding, de egy defense-t beszerzek védekezésre. Hát ja. Fenébe átterjedt a tűz. Ennek nem örülök. De nem baj, a sáska emberünk majd eloltja.
Ja. Megy tönkre a fegyverrendszer, de nem bajok, meg meghaltak. Jó. Sáska menjen gyógyulni. Mindenki más is, basszus. Olyan kripli az egész legénységem. Óha. Jól van. Tudod mit? Kiszellőztetjük. Ennyi. Megvonjuk az oxigént, és akkor elvileg viszonylag gyorsan meg kell szűnnie minden tűznek ott. Na, jól van. És akkor most nyitjuk a belső ajtókat, hogy legalább kb. Jó legyen. És akkor megjavítatjuk. Mondjuk a pajzsost is oda küldjük, meg őt is. És akkor reméljük hamar megjavul. Ő a pajzsember. Ja. Na, javítsátok már. Jó, menjél vissza. Alright. Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Akkor menjünk vissza a nebulába mégis. Legalább plazma nincs. Eladhatok 4, vagy 2-2 fegyvert 4 üzemanyagért. Nem éri meg. Jó. Semmi. Baromi jó. Akkor mondjuk itt. Wow. Oké, hát akkor megtámadtak, és át fogják magukat sugározni. És nekem baromira nem örülök. Most tudom, hol vannak. Itt vannak. Kurva jó. Támadjuk meg őket. Macska sürkalózunk. Értitek, miért utálom, hogyha a fedélzetre jönnek az ellenségek. Na, bárki, két ember menjen oda. Ölje meg őket. Na, visszamentek ezek maguktól. Félnek, mi? Kiszemettek. Na jól van, fegyvesz pajzs, meghajtó, fegyverek. Yes, mindjárt szétesik a hajójuk. Köcsögök. Na, come on, come on. Piu, piu, piu. Jól van, ne jöjjenek át még egy, de inkább a fegyvereiket, nem fognak átjönni még egyszer. Nem szokások, ha már így kezd szétesni a hajót. Na, és akkor még egy lövés. Még nem lesz elég, még egy fog kell lenni. Igen. Két fegyver kéne, tök mindegy, két jó fegyver. És akkor már tök jó lenne. Picsába, bomba. Na, oké. Okay. Hajójukról ennyit. És menjünk tovább. Vegyünk ismeretlen fegyvert. Hát kalózoktól nem bízok bennük. Mert volt olyan, hogy vettem ismeretlen fegyvert, és nem adtak semmit, csak elvették a scrapemet. Úgyhogy inkább én veszem el az ő scrapjukat. Mit szólsz?
kedves YouTube-os. Nem tudom, mert egy eszembe mondtam most. Na mindegy, hagyjuk. Úgy szerintem ez a hajó nagyon foscsin néz ki. Ilyen összetákolt. Mi a fene, hogy 4 sebzést kaptam? Ennek van fegyverzete. Rendes. Volt fegyverzete. De akkor is idegesítő. Mit meg nem engednek maguknak? Űrpatkányok. Jó. Szétestek darabokra. Itt egy bolt. Jé. Na jól van, teszünk még egy kört, hogy legyen még több pénzünk. Beszélgessünk. Aha. Aha. Szóval, ja, azt mondják, hogy valami lázadóhajót kell megtalálnom, vagy mi, és megmondani nekik, hogy a béke a világ mozgató rugója. Érdekes quest. Na, jó dolgokat lehet itt venni, én úgy látom. És van boarding. Úristen, nem lesz elég pénzem, mert cloaking. Na jól van. Ez együtt lenne cloaking, az 150, meg 80, az 230. Van pénzem. 1, 2, 3. Igen, és 5 meg eladom, már nem kell 2. Kár, hogy jobb fegyverek nincsenek itt. De ja, ez a boarding drone, ez... Majd veszek még egy kis áramot, mert most nagyon gagyén állok az energiával, és majd megmutatom, mire jó az a boarding drone, az... Az bitangerős. Na jól, adok nekik fuelt. És kurva anyukat, hogy most update-elik a mappemet. Na mindegy, kedvesnek érezhetem magam, hogy adtam fuelt. Na, ez az a hajó, akinek a békét kell terjeszteni, úgyhogy inkább beszéljünk velük. Aha, azt mondják, hogy nem gondolnak, nem jut eszükbe semmi, amivel megmenthetném magamat. Ki fognak nyírni. Az első, ez nagyon jónak tűnik, ez a... Mi ez? Háború nélkül is megbeszélhetjük a... gondolatainkat. Hát, ez nem jött össze. Csak háború lehet. Nem. Ez ilyen elküldöm őket a picsába szöveg, ez nem épp a béke. Na ez jó. Béke, peace. Figyeld meg, peace. Igen, peace. Yes. Amúgy, ha ezt először csinálod meg így, akkor kapsz egy új hajót. Ilyen tök jó hajót. Amivel játszhatsz. Csak én már ezt egyszer megcsináltam, ezt a küldetést. Egy másik végigjátszásban. Épp, itt nincs senki. Akkor menjünk a kiárathoz. Ó. Mocskos rabszolgatartók, és rám akartak sózni egy rabszolgát. Na, akkor eltűnünk. Ez tök jó, ez a eltűnés cucc. Ez most a legnagyobb verzión 5 másodpercig nem látnak. Ami egyrészt azért jó, mert nagyon nehezen találnak el, ha már lőttek, és nem tudnak újat lőni, amíg láthatatlan vagy. Szóval... tökre megéri. Na, mindjárt leszedem őket. Szóval mégsem lövök a... Igen, na most mindjárt meglátjátok, hogyha lövök miközben... Igen, láthatatlan vagyok, akkor nagyon gyorsan elfogy. Úgyhogy lehetőleg úgy időzítsétek, hogy ne akkor, amikor épp lőni fogtok. Igen, ez tök jó, mert mindig megtámadsz egy rabszolgakereskedőt, egy idő után felajánlja, hogy add nekünk egy rabszolgát, ha életben hagyjuk. És ez a legegyszerűbb módja, hogy új csapattagokat szerveljünk. És ráadásul ez egy Zoltán, aminek van egy nagyon jó különleges képessége, mindjárt megmutatom. Beküldöd egy olyan szobába, ahol van valami, aminek áram kell, mondjuk itt a oxigén szoba. És akkor meglátod, hogy
ott egy ilyen sárga csík lesz, ami azt jelenti, hogy nem a reaktorban megy az áram, hanem ez az ember saját testéből áradó energiával üzemelteti, ami mondhatni pro dolog. Tehát, hogy... Ja, vegyetek föl Zoltánokat. Zoltán. Na jól van. Akkor ez a rész itt le is fejeződik, hiszen befejeztem egy szektort. További jó szorakozást a Minecrafthoz. Minecrafthoz, Faster Than Lighthoz. Sziasztok!